10 éves Sógó Csaba gyakornoki programja. Az európai parlamenti képviselő egy évtized alatt 112 diáknak adott lehetőséget arra, hogy jobban megismerje a brüsszeli munkát. Kolozsváron találkoztak Sógor Csaba európai parlamenti képviselő gyakornokai. A képzéssel és szakmai beszélgetéssel egybekötött ünneplésnek nem csak a gyakornoki program 10 éves évfordulója, hanem a 10 éves román EU tagság is apropót adott. A 10 év folyam személyesen is megismerkedhet. Persze túl az ismerkedésen és a kapcsolati tőkén, ami nagyon fontos, itt nagyon izgalmas kérdések hangzanak el, és válaszok is. Brexit, Európa jövője, populizmus, visegrádiak, keleti partnerség, világgazdasági problémái. Érdekes interaktív előadást tartott Polnár Gergely, az Európai Parlament volt munkatársa, aki jelenleg egy ismert brit bank európai kapcsolatokért felelős osztályának vezetője Londonban. A szakember a Brexittel kapcsolatos brit álláspontot és az Egyesült Királyság kilépése után várható folyamatokat is vázolta. A brit import és export kb. 50%-a az Európai Unióval bonyolódik a mai napig. Az Európai Uniónak kb. 10%-a, a kereskedelmének 10%-a bonyolódik a britekkel. Tehát, hogyha bedől, ha visszamegyünk a lehető legnegatívabb helyzetre, akkor a közgazdasági alapelvek azt mondják, hogy a briteket ez sokkal érzékenyebben fogja érinteni. A résztvevők ugyanakkor hasznos tanácsokat kaptak a nemzetközi szintű lobbizáshoz Komlósi Józseftől, az Európa Tanács szakértőjétől. Emellett pedig szakmai beszélgetés is volt, amelyből nem maradtak ki a kisebbségvédelmi kérdések sem. A gyakornoki program résztvevői egyöntetűen jelezték, igény van arra, hogy a hasonló találkozókat rendszeressé tegyék.